Kihívás. Sziasztok, Matilda vagyok, és majd nagyon különleges videót fogok készíteni, ugyanis most egy sztár vendéggel ülök itt, meg pedig a nővéremmel, Emmával. Sziasztok! És ma vele együtt fogom játszani az első mondatos kihívást. Mind a ketten választottunk 5-5 könyvet, amit a másik olvasott, kiírtuk ezekből az első mondatot, és most fel fogjuk olvasni, és megpróbáljuk kitalálni, hogy melyik könyvből szól az az első mondat. Na már most, tehát ennek az első mondatos kihívásnak így kicsit egy más verzióját játsszuk, mert ezt általában bekötött szemmel szokták csinálni, és az első három mondatig mennek maximum. Nekünk csak az első mondatok vannak kiírva, és nem lesz bekötve a szemünk, és elment a nap. Nem baj! Na mindegy, szóval hát majd meglátjuk, mi lesz. Győzöm a jobbik. Szóval te. Úgy érzem, hogy ez csak egy nagy bakkáló lesz. Na ki kezd? Hát egyet, te egyet én, nem? Jó. És akkor ki kezd? Ezt nem beszéltünk meg. Ahogy kezdjétek. Azért érzed, hogy én telefonnal nyomom, te meg jegyzet fizetted. Mert én öreg vagyok, te meg nem. Jó, nagyon öreg vagy. Na, kezdjem én? Kezd. Oké. Okay. Az első könyved. Jem bátyámnak nem sokkal 13 éves kora előtt csúnyán eltört a könyökénél a karja. Milyen bátyám? Jem. Jem. Ez a... To Kill a Mockingbird? Aha. Ne bántsátok a fekete rigót. Igen, ne bántsátok a fekete rigót. Na! Látod, azt mondtad, hogy milyen rosszul fogsz teljesíteni. Azért, mert benne van a név az alapján nagyjából. Jó, hát... Uhuuu! 1-0. 1-0. Várjál, nem nézek oda. Oké. Okay. Szóval. A világ vége az autó motorház tetején landoló Pegazussal kezdődött. Az utolsó Olimposz. Jaj, igen. Ez az. Ez itt túl gyors. De jó, a könyvekkel indítottunk. Várjál, akkor az egyiket följebb hozom, mert most egy másik jönne neked, de akkor egy nagyon könnyűt fogsz most kapni, jó? Jó. Tehát ez tényleg... Ha ezt nem tudod, de biztos, hogy tudni magad. Majdnem. Szóval, a második könyved. A Privet Drive 4-ben lakott Dursley úr és neje büszkén állították, hogy köszönítsd és a bácsák tökéletesen normális. Na jó, igen, ez gáz lett volna nem tudni. Igen. Oké. Okay. Na. Ez így nem tud. Na mindegy. Jó, akkor én is könnyűt adok most neked. Igen, de jó. Általánosan elfogadott igazság, hogy egy vagyonos, ám nőtlen fiatalembernek mindenképp asszonyra van szüksége. Ez valami Jane Austen? Mm-hmm. De melyik Jane Austen? Hát, hogyha könnyű, akkor büszkeség? Igen, büszkeség is baj. Igen, hát jó. Ez tényleg ezzel a mondattal kezdődik? Jó, ja, kitaláltad. Ding ding! Azt hittem, hogy rosszul fogunk teljesíteni, amúgy én is azt hittem. Ehhez képest egész jók vagyunk. Na jó. Remélem, ez már nehezebb lesz akkor. Minden korombéli emlékszik arra, hogy hol volt és mit csinált, amikor először hallott a versenyről. Ó, ez a Ready Player van. Igen! Szerintem túl könnyű, hogy megválasztottam. Én azt hittem egyébként, hogy az ilyen érzékeny fogod a tök elvont könyveimet. A borotva élén, meg az ilyenek. Na, azokat nem tudtam volna. Ezek, azok angolul vannak, meg nem. Igen. Na mindegy. Nem mindegy. Nem baj. Jó. Következő. Én valahogy úgy képzelem, hogy mindenkinek kijár egy csoda. Ezt tudom, melyik könyvem van, mert ezt én is kiválasztottam neked! Hogy egy papírváros. Igen. Most... Halljuk? Valahogy úgy képzelem, hogy mindenkinek kijár egy csoda. Papírváros? Jó, van, le se tagadhatnánk, hogy testvérek vagyok. Jó van. Jó van, Anka. Jó van, Anka. Na, ez szerintem ez nehéz lesz. Oké. A
Az anyukák és az apukák elég furák tudnak lenni néha. Pán Péter? Matilda? Igen! Jó. Jó, akkor Matilda. Egyébként a Pán Péter első mondatát is kiírtam, de ezt nem találtam meg magyarul, úgyhogy ezt inkább hagytam. Jó. Oké, okay, az is ez. Jó, a Matildát is régen olvastam. Na mindegy. Felkészültél az út. Na ez szerintem ez nehezebb lesz már. Ezt eleve angolul olvastad, és mivel az első mondat csak két szó, és így elég semmit mondó, de jó. Egy szex videó. Szex videó. Szeretnéd hallani a második mondatot mellé? Hát igen. Szóval az első két mondat úgy hangzik, hogy egy szex videó. Egy terhességről szóló álhír. Ez az. Legalább egy valami nehéz lett. Mi? Harmadik mondat is jön. Ja. Oké. Okay. Egy szex videó. Egy terhességről szóló álhír. Két megcsalási botrány. Valami hint? Mindketten olvastuk. Mindketten valami jéjá cucc? Aha. Tudom! Jaj, van a faszizlány. Igen. Oké. Okay. Jó, de ez így már sokat segítettél. Na, jó. Oké. Okay. Na, van az utolsó. Fú, hát ez kemény lesz, ez nehéz. Szerintem ezt a videót, amit nem fogom megvágni, ezt csak így teszem az azért van, amit kéne belőle vágni. Szóval, készen lesz? Pontos címet várok. A kora reggeli napfénye halványon ragyogott. Aha, ez az enyém lesz. De melyik? Na, de melyik? Kora reggeli napfénye. Halványan ragyogott. Biztos, hogy nem a futótűz, és biztos, hogy nem az otthon tüze. Az ördög tüze. Igen! Woohoo! Ez az! Yes! Hát... eljó volt! Akkor végül is kitaláltuk mindegyiket. Igen. Na, nagyon jók vagyunk. Hát szerintem akkor ez ennyi volt. Ezt valahogy másként képzeltük el fejben. Túl jók vagyunk, túl ennyi. És pedig tegnap neked azt mondta, hogy úgyse fogsz egyiket sem kitalálni. Hát amúgy abszolút azt hittem, hogy nem. Mert túl jó könyveket válogatunk össze. Túl könnyűeket, nem elég elvontakat. Túl kedvenc könyveket. Olyan jó fej akartam lenni, mert azt mondtad, hogy úgyse találod ki egyiket sem. Hát azt hittem, hogy úgy lesz. Azért a papírvárosokkal jobb belegyújt. Papírvárosokkal. Jó, van 5 jogging könyv, de pont azt az egyet választottak ki. Nem, én először azért vettem le a polcodról, a csillagainkban a hibát, de annak ilyen tök hosszú első mondata van. Az sok lehet volna kiírni mi. Igen, és így... ja. Maradt a papírvárosok. Maradt a papírvárosok. Várjál. Köszönöm. Ja, igen, szóval remélem, hogy tetszett nektek ez a rövid kis bohókás videó, amiben igazából végig csak röhögtünk. És hogyha szeretnétek még látni ezt a bájos popit a videóimban, akkor lájkoljátok. És iratkozzatok a csatornára. Igen. Bizony. Igen. De azért elmondom a rendes elköszönést is. Mert? Készen állt? Oké. Köszönöm, hogy megnéztétek. Most várja, most te mondod, vagy én mondom? De tátok, én mondom. Ja, hogy én tátogok, az előbb az adat, hogy te tátogsz. Jaj, akkor én tátogok, mit tátogják? Nem, akkor te mondd el az elköszönést. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Mi? Köszönöm, hogy megnéztétek. Jó. Oké, háromra. Egy, kettő.
3. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára. Nem jó, jó, elrontottam! Még egyszer. Én nem is akar... Egyszer sem néztem a kamerába, oda fentre néztem végig. Ugye, hogy fura! Na mindegy. Na most a kamerában nézek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Mit kell mondani? A videómat! Köszönöm, hogy... Na. Tudod, hogy igen, nem tárgyalok. Nem, mondjatok. Mondjatok. Oké. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett. Mit kell mondani? Oké, teljesen készek vagyunk. Na jó. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, ha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. Elnézést, én végig föntre néztem, nem ide.